hiszem azt, hogyha az ember rendben van önmagával, tehát a saját érzelmeit képes intelligensen kezelni, felismerni, és ugye 140 érzelmet felsorolhatnánk, hogy hányféleképpen tudunk bizonyos dolgokat megélni, ugye sírunk, nevetünk túl, hogyha ezeket képes az ember önmaga felismerni, és intelligensen kifejezni, vagy rájön arra, hogyha én most dombolok, akkor mit érek el vele, vagy földhöz vágok dolgokat, de nyilván felismeri, hogy ez nem vezet jó útra, hanem más eszközt kell találnom, hiszen ezekben az érzelmekben nagyon sok energia van, akkor azt hiszem, hogy érdemes erre figyelnünk, hiszen ha én rendben vagyok, akkor az üzleti életben mások tudok az emberekhez is közelebb. Ahogy nem tudj képni. Érzelmi intelligencia, mert hisszük, valljuk, most már jó pár alkalommal igyekeztek bizonyítani, hogy az EQ szexi. És végre Kósa Erikával beszélgetek, ő a mozgalom elindítója, és tulajdonképpen Erika, azon gondolkodtam, hogy miután az üzleti világból jössz, onnan van hihetetlen mennyiségű tapasztalatod. Talán az emberek meg is lepődhetnek, hogy egy üzletasszonynak, hogy az érzelmi intelligenciára esik a fókusza, miközben azt gondolnánk, hogy talán a racionális döntések és a stratégiák inkább az erősségei. Tehát hogy lyukadtál ki az érzelmi intelligencia fontosságát? Tudod, én eredeti szakmámat tekintve pedagógus vagyok, így mindig is emberekkel foglalkoztam, csak először kicsikékkel, aztán kicsit nagyobbakkal. Tehát az üzleti életben legfőképpen mégiscsak emberekkel foglalkoztam. Tehát valóban üzletet építettem, vállalattulajdonosa voltam, de mégiscsak az emberekkel volt a napi feladatom. És ezt szerettem a legjobban a munkámban, emberekkel foglalkozni. Hála Istennek egy olyan szervezeti kultúrában működött mindig is a cégünk, a korábbi cégeink is, ahol az ember középpontban volt, nem csak mint ügyfél, hanem mint munkatárs is. Tehát szükség volt arra, hogy megtanuljuk egymást, és megtanuljuk kijönni jól egymással. Hiszen napi szinten, amikor az ember a napjának a nagy részét azokkal az emberekkel tölti, akikkel boldogulni szeretne az üzletben is, ott nagyon-nagyon fontos az együttműködés, a harmóniának a megteremtése. Az együttműködés, a harmónia megteremtése, az egymásra hangolódás képessége, tehát tulajdonképpen egy csomó a ráción túlmutató kapcsolódási dolog, amiben ott vagyunk az érzelmeinkkel, az érzéseinkkel. De az érzelmi intelligencia fogalma kapcsán neked mik az asszociációid? Először is ugye maga az érzelmi intelligencia, most már ugye mint tudomány, tudjuk, hogy tudományként működő terület, és nem olyan régi terület. Tehát amikor én elkezdtem az üzletet, akkor még talán mi nem is hallottunk erről, tehát inkább ösztönösen jöttek elő ezek a dolgok. Talán már kiskoromban is azt vettem észre, hogy tudom irányítani az embereket. Tehát érdekes, hogy nem önmagammal kapcsolatos harmóniát éreztem, sőt magammal kapcsolatban még biztosan tanultam, hogy hogyan működöm, hogy tudok bizonyos negatív dolgokat átfordítani, hogy küzdjek meg bizonyos érzelmekkel, érzésekkel, hanem inkább, hogy nekem milyen hatásom van másokra. Tehát mozgattam a családomat, amikor kisgyerek voltam, tehát tudtam olyan dolgokat elérni a családon belül a szüleimmel, ami tetszett, hogy hű, ha így csinálok, ezt hívhatjuk egy kis manipulációnak is nyilván, jó értelembe vett befolyásolás, és kezdtem érezni, hogy hatással vagyok az emberekre. Tehát amit mondom, ahogy kérem, ahogy hozzáviselkedem. Amit sugárzom, az az emberekre hogyan hat. És aztán később ezt elkezdtem tudatosan használni. Tehát nálam, ami így az érzelmi intelligencia kapcsán megfogalmazódik, az mindenképpen az, hogy hogyan viselkedjem úgy,
hogy jól ki tudjak jönni az embertársaimmal. És ez most nem csak az üzleti életre igaz, hanem mondjuk egy portás bácsival, hogy beengedjen, hogy el tudjam intézni, amikor már bezárt a gyógyszertár, hogy mégiscsak kiadják még a gyógyszer, hogy a gyerekemet még megvizsgálja a doktor bácsi, de már éppen, hogy menőben van és nem rendel, hogy hogyan tudom a saját életemet alakítani úgy, másokhoz viszonyítva, vagy alkalmazkodva, hogy abban harmónia legyen. Egyébként mit tapasztalsz, hogy szerinted hol tartunk ebben? Nyilván nem szeretek se címkézni, se általánosítani, de valamiért fontosnak tartottad, hogy a fókusz, és aztán ennek egy ünnepe, október 13-a, ugyan már tavaly megvalósult, mégiscsak az EQ-ról szóljon. Én azt gondolom, hogyha most itt az országot, a mi országunkat, ahol mi élünk, ezt veszük, hogy hol tartunk mi, mint emberek az érzelmi intelligenciában, akkor azt kell mondjam, miután egyre tudatosabban figyelem is az embereket, a reakcióikat, hogy hogyan reagálnak bizonyos dolgokra, ha hideg a leves, mit mond a pincérnek, vagy hogy, nem tudom, hangoskodás van, egy szállodába a becsekolásnál várakozni kell, hogy hogyan veszik az emberek ezeket a jeleket, hogyan tudnak egymással jól kijönni, és azt kell mondjam, hogy vagy azért, mert erre fókuszálok inkább, de nagyon jó tapasztalataim vannak. Vannak persze negatív élményeim is, vagy érzéseim is ezzel kapcsolatban, de egyre pozitívabb. Engedd meg, hogy egy sztorit elmeséljek. Egy étteremben vacsoráztunk, és amikor kimentünk az étteremből, akkor vettük észre, hogy a férjem nem jó helyre parkolt. És ugyan ki volt éve, hogy nem lehet parkolni ott azon a területen, de miután este volt és zárva volt a bolt, azt gondoltuk, hogy ez most nem igaz ez a szabály, és odaállt abba a parkolóba. És amikor kijöttünk, mellettünk állt egy teherautó, és udvariasan azt mondta a férjemnek, hogy nagyon szépen megkérem, uram, ne álljon legközelebb ide, mert nem tudtunk pakolni addig, amíg maguk nem jönnek, mert féltünk, hogy megkarcoljuk az autóját. És ezt mondhatta volna máshogy is. Azt hiszem, hogy sokan tudnák kottázni, hogy... Igen, hogy még hogyan. És azt látom, hogy ez egy jó érzés. Talán az emberek is rájönnek arra, hogy hogyan tudjuk rövidre zárni a kapcsolatokat úgy, hogy mindenki jól járjon, hogy ne vitatkozzunk, hogy ne egy konfliktus helyzetet generáljunk, hanem inkább próbáljunk meg konszenzusra jutni, együttműködni, hogy mindenki boldogan jöjjön ki egy szituációból. Ugye mi végül is így találkoztunk, leginkább ennek a mozgalomnak az indulása kapcsán, és engem pedig azért talált szíven, mert amikor ugye ezen elgondolkoztam, hogy érzelmi intelligencia, ez most lehet, hogy szerénytelenségnek tűnik, de én meg rájöttem, hogy én alapvetően EQ-ból dolgoztam mindig, miközben nyilván IQ is ott volt, tehát a racionális felkészülés mögött én a mély interjúimban, vagy egyáltalán az emberekkel való foglalkozásnál inkább valahogy a tudat alatt kapcsolódtam. Hogy amikor megkérdezik, hogy tudtam én a sztárokból olyan információkat vagy történeteket kihalászni, amit nem harsány módon, nem erőszakkal követeltem, hanem valami finom, aktív figyelemmel és nyitottsággal, hogy talán ez is az EQ-ról szól, hogy a másik szükségleteit figyeld, a másik rezdüléseire reagálj, kicsit azt tükrözd, tehát hogy a másikból induljak ki, nem magamból feltétlenül. Szerintem ez egy óriási hatalom, hogyha így ráérez az ember egy másik embernek a gondolataira, cselekedetei, az érzelmeire. Tehát amikor beszélt hozzád egy riportalany, és kimondott egy szót, és te egyből tudtál asszociálni valamire, amivel szépen gördülékenyen tudtad ezt továbbvinni. Szerintem ez egy nagyon nagy élmény ennyi emberrel interjút készíteni. Talán nagyon kevesen vannak ebben az országban, akik ennyi beszélgetést lefolytattak, hogy mennyi oldalról megismerhetted az embereket. Egyébként pontosan szerintem a személyiségem, de szerintem a tiéden is rengeteget csiszoltak ezek a találkozások. Mondjuk én ugye általában a sorsok bemutatására törekedtem, de meg mondjuk az üzleti életben nyilván valahogy sorsok egyengetése közös érdekek mentén, meg egyéni érdekek mentén, de az is rengeteg tapasztalatot jelent az emberekről. És nekem például az elmúlt években ez a több mint 1000 vagy 1500 beszélgetés, valahogy a sokféleségünket mutatta meg, és hihetetlen
toleranciára nevelt. És az érzelmi intelligencia kapcsán nekem az a szó is eszembe jut, hogy az én érzéseim, a tiéd lehetnek mások, de nincs, nem az van, hogy nekem igaz, neked nem igaz, hanem hogy valahogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy, hogy mások mások. Igen. És hogy az igazságnak is több oldala van, és ebben elfogadóbbnak lenni. Én ebben a fogalomban például ezt is beletenném. Igen, abszolút egyetértek. Hát gondoljunk bele, hogy Freud már mikor foglalkozott ezzel a témával, és ugye azt mondta, hogy az emberi lélek olyan, mint egy jéghegy, és hogy az érzelmeink azok a tengerszint alatt vannak, ami a jéghegynek a zöme, a 90%-a. És hogyha együtt akarunk működni, már pedig ugye az ember társas lény, és nem csak az üzleti életben, a magánéletben, a privát szférában, a gyermekszülő viszonyban folyamatosan arra törekszünk, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki magunk körül. Hogyha felhívunk egy asztalost, hogy valamire szükségünk van, vagy szólunk valakinek, és nem csak, hogy nekünk van szükségünk valamire, hanem ha mondjuk minket keres meg valaki, hogy szeretne valamiben segítséget kérni, vagy támogatást kérni, vagy tanácsot kérni, hogy legyünk ott neki. Tehát ez a tudatalatti érzelmek, amikor próbáljuk kibontani magunkból, vagy megérteni ezeket az érzelmeket, ez nagyon-nagyon fontos dolog, különösen a mai században, ahol túl keveset foglalkozunk önmagunkkal. Egyébként igen, ez az online-offline világ, ez is egy érdekes, hogy olyan az új generáció mennyit tud ezekről a kapcsolódásokról, amikor már ilyen nagyon lerövidült kommunikációban élik az életüket, adott esetben nem is egy térben, hiszen én azért most látlak téged, szinte összeér a személyes terünk, ez egy egészen másfajta hangoltságot, vagy összehangolódást jelenthet, mint amikor a kommunikáció vagy az érintkezések többsége az online-ra terelődik, és szerintem nagyon fontos lenne őket is érzékenyíteni erre. Tulajdonképpen ez a mozgalom ezért is jött létre, hogy minél több embert elérjünk. Talán egy ilyen mozgalom megérdemli, hogy egyszer majd világnapja legyen ennek az EQ-nak, és világnappá tudjuk nyilvánítani. Ehhez ugye nagyon sok csatlakozó tagra lesz szükségük, legalább 10 000-re, de nyilván ennél sokkal nagyobb céljaink vannak. És arra gondoltunk, amikor elindítottuk ezt a mozgalmat, és hálás vagyok, hogy te is csatlakoztál elsőként, és támogatod ezt a mozgalmat, hogy minél szélesebb platformon mutassuk be az embereknek az érzelmi intelligenciát. Tehát az érzelmi intelligencia nem azt jelenti, hogy megtanulunk okosan sírni. Mert hogy ez egy félreértett asszociáció lehet, hogy mi az, hogy érzelmi intelligencia. Hanem elmagyarázni, megmutatni az interjúk is, amiket készítettél az élet különböző területéről érkeztek ide, művészek, sportolók, üzletemberek, számtalan terület, hogy igenis minden cselekedetünk mögött érzelmek vannak. Teljesen mindegy, hogy egy zenekarnak a harmóniájáról beszélünk, vagy egy üzletember, mint vezérigazgató üzleti döntéseiről, vagy egy tőzsdére vitelről beszélünk, minden érzelem. És hogy ez hogyan nyilvánul meg, ezeket az érzelmeket, milyen cselekedetekben tudjuk kifejezni, ezt tudjuk intelligensen kezelni. Egyébként szerinted, akinek, ezt még sose kérdeztem meg tőled, de akinek nagyon alacsony az EQ-ja, az milyen? Az milyen ember? Szerintem bizonyos értelemben összeférhetetlen. Tehát valószínű, hogy akinek alacsony az EQ-ja, és ugye az EQ-nak is több olyan paramétere van, amit vizsgálhatunk, de mondjuk a általánosságban alacsony minden szegmense, minden kis része, akkor azt gondolom, hogy nehezen jön ki önmagával, és így nagyon nehezen tud beépülni egy csapatba. Tehát semmiképpen sem gondolnám, hogy ő csapatjátékos, vagy követő szereplő lenne, vagy esetleg őt követnék az emberek. Uh-huh. Tehát nehezebben tud boldogulni a környezetében. Ez könnyen felismerhető, hiszen azt érzi, hogy ő egy lúzer, hogy neki semmi nem jön össze. Érdekes, hogy más oda megy, ő megkapja, ő miért nem kapja meg.
nem is ismeri fel nagyon sokszor az ember azt, hogy az érzelmeiben, az érzelmi felismerésében alacsony, azt gondolja, hogy ő pont ugyanolyan, mint a többi ember. És a többiekkel van a baj. Igen, igen, ezért érdemes segítséget nyújtani. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki érzelmi intelligenciájában alacsony szintű megmérettetésben, mert ugye nagyon szubjektív, hogy valakinek milyen az érzelmi intelligenciája. Mert akár egy hangulat is változtathat ezen, de a jó hír, hogy fejleszthető, és a igényét érzi, hogy én valamiért nem tudom, ebben a közösségben nem tudok érvényesülni. Vagy a párkapcsolataimban valahogy. Igen. És hogyha ezeket felismeri, hogy vannak valami ütközések vagy akadályok, amivel ő nem tud tovább lépni azon a területen, és van egy ilyen felismerése, akkor akár könyveket is olvashat. Tehát nem kell, hogy most tanfolyamokra iratkozzon be, vagy nem tudom milyen mesterkurzusokat kell elvégezni hozzá, hiszen amióta csak létezik ember a Földön, érzelmek is léteznek. Mindig is voltak, és vannak, és nagyon érdekes, hiszen az alapérzelmek pontosan ugyanazok az érzelmek, mint ami korábban is voltak. Most ez a tudomány, amiért szerintem ennyire előtérbe helyezi magát az érzelmi intelligenciát, akkor, hogy felismerjük ezeket a készségeket, képességeket, vagy felmérjük, illetve megtaláljuk magunkban azt a szükséget, azt a fajta indítványt, okot, ami miatt mi így reagálunk dolgokra, hiszen emberek vagyunk. De egyébként miért lehet szerinted ez az utolsó 4 évtizedben egyre fontosabb? Tehát tényleg olyan sokáig az IQ hegemóniájáról beszéltünk, és kicsit árkérdés, mert nyilván én is gondolok e mögé valamit, de hogy valahogy, mintha mégiscsak, ahogy a robotizálás, lódás, meg minden bejött, valahogy a humán egyediség az például az érzelmek kapcsán pont emiatt, ahogy mondod, hogy a technológiai robbanás, a technológiai fejlődés, tehát ezen tulajdonképpen a globalizációval ugye távolabb kerültünk egymástól, ugyanakkor meg nagyon közel. Tehát úgy eltávolodtak a családok egymástól, míg régen több generáció élt egy családban, és napi szinten tudtak találkozni, az idősebbektől át tudtak venni a fiatalok dolgokat, és szinte automatikusan a generációváltás, akár egy családi vállalkozásban, vagy bármiben, sokkal könnyebben működött. Ez nem azt jelenti, hogy ma nehezebb, hanem ma talán nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az ember jobban kijöjjön a másikkal, mert pont a generációváltás az, ami egyfajta gát is, hiszen a technológiával a fiatalok gyorsabb döntéseket hoznak, más eszközöket használnak. Készségszinten tudnak olyat, igen, amit mondjuk az X vagy a baby boomer nem. Abszolút, és ahhoz, hogy elfogadjuk, el tudjuk fogadni egymást, ahhoz megfelelő intelligenciával kell rendelkezni az érzelmeink területén is. De ezt oly fontosnak tartottátok, hogy végül is még tesztet is fejlesztettetek, vagy mérőeszköz is fejlesztettetek, mert ugye az intelligencia tesztről annak idején azt tanultuk, hogy az IQ az, amit az intelligencia tesztek mérnek. Tehát olyan vicces volt, mert hányféle mérőeszköz van. Ez a mérőeszköz például mit térképez fel? Ez egy nagyon egyszerű, inkább csak egyfajta impulzust ad a látogatónak, tehát az Ego Sexy mozgalomnak az oldalán, a Facebook oldalán. Ha valaki kíváncsi, akkor egy benyomást szerezhet arról, hogy nekem mégis hozzávetőlegesen milyen az érzelmi intelligenciám. Hát túl okosak lennék, hogyha mi akkora klassz tesztet tudnánk összerakni, hogy ezt egészen biztosan meg lehessen mondani, viszont benyomásokat tud szerezni arról, hogy én most éppen milyen érzelmi szinten állok. Mennyire, hiszen az üzleti világból jöttél, de az üzleti világban ezt a fogalmat még nem nagyon használják. Az érzelmi intelligenciával szerinted a cégek szintjén mennyire kéne foglalkozni? Meglepő, de szerintem foglalkoznak vele. Egyre inkább. Egyre inkább foglalkoznak vele. Ugye én, amikor még a vállalat élén álltam és vezetőként tevékenykedtem, akkor a vezetőimnek kifejezetten ilyen jellegű képzéseket tartottam. Akkor még úgy hívtuk, hogy személyiségfejlesztés, vagy személyiség támogató képzések, hogy te hogy fejlesz magad, mert
én hiszem azt, hogyha az ember rendben van önmagával, tehát a saját érzelmeit képes intelligensen kezelni, felismerni, és ugye 140 érzelmet felsorolhatnánk, hogy hányféleképpen tudunk bizonyos dolgokat megélni, ugye sírunk, nevetünkön túl, hogyha ezeket képes az ember önmaga felismerni és intelligensen kifejezni, vagy rájön arra, hogyha én most tombolok, akkor mit érek el vele, vagy földhöz vágok dolgokat, de nyilván felismeri, hogy ez nem vezet jó útra, hanem más eszközt kell találnom, hiszen ezekben az érzelmekben nagyon sok energia van, akkor azt hiszem, hogy érdemes erre figyelnünk, hiszen ha én rendben vagyok, akkor az üzleti életben máshogy tudok az emberekhez is közeledni. Ahogy bent, úgy kint. Így van. Hogyha ugye most október 13-a közeledik, egy nap, az első nap az nagyon jól sikerült. Mindenki nagyon jól érezte magát. Előadások, kerekasztal beszélgetések, vagy interjúk színesítették a programot. Ugye mindig nehéz, a Vámos Miklós mondta, hogy az első könyvét mindenki el tudja adni, kérdés, hogy a másodikat megveszik-e. Hogy mást tervezel október 13-ára? Tehát mi az íve annak, ahogy ez a mozgalom, vagy ez a gondolat, vagy gondolkodás formáló kezdeményezés halad? Ugye a mozgalomnak a célja az, hogy minél szélesebb rétegbe el tudjuk juttatni azt, hogy az érzelmi intelligenciával érdemes foglalkozni. De már azt is látom, hogy ez maga a szó kontextus, hogy érzelmi intelligencia viszolygást is kivált az emberekből. Nagyon érdekes, hogy nem szívesen foglalkoznak így, ilyen kontextusban ezzel a kiáltványa, feladattal, mozgalommal, kihívással, ezért érzelmeket rejtünk be a napunkba. Tehát minden, például a két ünnep között, ugye a kezdeti elindulása a mozgalomnak és majd az első éves szülinap között volt két kezdj el tenni nevű napig egy egész napos képzésünk, ahol egy-egy érzelmet ragadtunk ki. Tehát nem azt mondtuk, hogy ez egy ego képzés lesz, hanem azt mondtuk, hogy ez egy félelemről szóló nap, a másik pedig egy másik nap, és szeretnénk ezeket a képzéseket majd folytatni, hogy aki többet szeretne tudni, tanulni, nem feltétlenül interaktívan, hanem hallgatni egy-egy témáról előadásokat neves előadókról, akik, előadóktól, akiknek ugye nagy tapasztalata van bizonyos területeken, akkor erre lehetőség adódik. Ez pedig egy ünnep lesz, egy születésnap. És itt a célunk szintén az, hogy széles platformon mutassuk meg a sport, kultúra, tudomány, üzlet, művészet, mesterség, akár még a szakácsművészet is, hogy mindenhol ott van. Tehát belekúszott a bőrünk alá, az érrendszerünkbe, a tevékenységünkbe, a hétköznapjainkba, a pillanatainkba, az életünkbe, az érzelmi intelligencia minden területén. Viszont mindig valamilyen érzelem lesz az a szó, amit kiválasztunk, és a köré épülnek majd a pódiumbeszélgetések, a rövid előadások, és megnyilvánulhatnak olyan művészek, meghívott tiszteletbéli vendégek, akik a saját területükről tudnak mesélni az EQ és a saját területüknek a kapcsolódásáról. Mit gondolsz arról egyébként, hogy mennyire kellene ezt már pici korban elkezdeni, kicsit tudatosabban edzeni, vagy nem is tudatosítani, vagy tudatosítatni a gyerekekben? Ez a mit érzel, vajon mit jelent ez az érzés, mit vált ki belőle ez az érzés? Mert lehet, hogy ebben például a nevelésnél nem figyelünk. Nagyon fontosnak tartom. Ugye az az igazság, hogy egy annyira dinamikus világban élünk, most a 21. században, és olyan sok döntést hozunk napi szinten, a karrierek nem olyan bebetonozott biztonsággal működnek, tehát állandó változásban vagyunk, így a figyelem fókusza is sokkal inkább kifelé helyeződik. A családnak nagyon fontos szerepe van a gyermeknevelésben, hiszen az első 6-8 év egyszerűen elengedhetetlen, hogy az a kis családi szocializáció, ami ott a gyereknevelésben megtörténik, a szülők, nagyszülők, rokonok, szomszédok, tehát az elérhető közelségben lévő családtagok és emberek, felnőttek, milyen hatással vannak a gyerekre és a gyerek
milyen hatásokat kap, illetve mit tud ebből ő magával vinni, leszívni. És például Amerikában már nagyon komolyan foglalkoznak az érzelmi intelligencia oktatással általános iskolában. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon klassz. Szituációs játékokban ismertetik fel az én állapotokat, az érzelmeket, abszolút, illetve kis feladatokat kapnak, hogy megfigyeljék egymást egy hétig. Tehát a kis társaikat kihúzzák egy kalapból, és egy hétig bizonyos szempontok alapján megfigyelik egymást. És nagyon érdekes, hogy a megfigyelés után, amikor lejátszódik ez a megfigyelési időszak, akkor azt mondja a tanítónéni, hogy most mondd el a párodnak, akit húztál, hogy milyen benyomásokat tett rád abban az időszakban. És például volt egy kis, és pont erről szólt a riport, amit láttam, hogy azt mondta a kisfiú, hogy én hálás vagyok neked, mert felakasztottad a kabátomat, mert nem értem fel, mert magasabban volt a fogas. És akkor a tanítónéni azt is megkérdezi, hogy te hogy érezted magad, amikor ez a másik gyerek rólad ezt mondta. És nagyon érdekes, hogy nem is tudják kifejezni jól magukat, tehát például, hogy egy érzelmi hangulatot hányféle, főleg magyar nyelven például hányféleképpen ki tudnánk fejezni. Van egy pedagógus, aki egy kisebb iskolában már itt Magyarországon is elkezdte kicsiben ezt az oktatást. Nagyon érdekes, ahogy csinálja, hogy a gyerekek saját magukat 1-től 10-ig értékelik, hogyan érzem magam. És utána taglalják, hogy mit kell azért tennem, hogy ez az érzés jobb legyen. És pontozzák saját magukat a gyerekek. És például nyilatkozott egy kisfiú, aki azt mondja, hogy én bejövök, megnézem, hogy a barátomnak milyen hangulata van, és ha látom, hogy ma éppen nincs jó hangulata, akkor megpróbálom megtudni tőle, hogy mi a baj, és megpróbálom őt vidámabbá tenni. Így kezdődne, nem? Ez annyira édes, nagyon, nagyon. Egyébként a felnőttek fejlesztésénél, ha csak úgy meg akarná valaki érteni, hogy milyen módon lehet tudatosítani, illetve előrelépkedni ebben az érzékenységben, ezt hogy kell elképzelni? Az is helyzetgyakorlatok? Mindenképpen szituációs gyakorlatok, akkor tanulunk a legtöbbet. Tehát, hogyha én elmondom, hogy reggel a fehér farmerodba akartál menni, és ráborult a kávé, amit a férjed oda kínált éppen, akkor ugye ott idő van, már éppen menni kéne, te pont csinosnak érzed magad, persze, hogy kiabálni fogsz, hogy miért hoztad ide ezt a kávét, és mérges vagy, a férjed azt mondja, de hát csak udvarias akartam lenni, és mind a ketten szomorúan mentek el dolgozni, esetleg összevitatkozva. És ezzel a hangulattal indulanak. Hogyha az ember rájön arra, hogy megoldom-e a problémát ezzel a reakcióval, hogy én kiabálok és ordibálok, hát valószínűleg nem, hanem gyorsan leveszem a nadrágomat, húzok egy másikat, hiszen ezt már nem tudom megváltoztatni. Tehát, hogyha olyan példákat tudunk mondani a hallgatóknak, érdeklődőknek, szituációs gyakorlatot, de akár gyereknevelés, üzleti élet, főnök beosztott viszony, szomszéd viszony, hogyha el akarod érni, hogy a szomszédod ne dobálja át az üres üvegeket a kertedbe, a kerti partija után, akkor ezt hogyan kommunikáld? Udvarjasan, hogy ilyen többet ne forduljon elő, úgy, hogy őt ne bántsd meg, te ne sértődj meg, vagy te ne valami más dobjál át helyette. Tehát, hogy hogyan, és ezek a szituációk, ugye mindenképpen van valamilyen emlékkép, akár megélt, vagy hallott már ilyet, akkor azonnal tud reagálni rá, végig gondolja, hogy tényleg én már voltam egy hasonló helyzetben, de jó, hogy ezt mondtad. Hát végül is azt lehet tudatosítani szerintem az embernek magának, hogy attól, hogy egy negatív érzelem elkap, ez teljesen természetes és emberi, de hogy a viselkedésem szintjén mit engedek szabadjára, akár egy dühnél, egy haragnál, egy sértődöttségnél, egy félelemnél, az mégiscsak az én döntésem. Igen. Tehát, hogyha valahogy azt felismerjük, hogy az érzelem jön, így az van. A dolga, így van. De a cselekvésemről, arról azt mégiscsak pontosan. Én irányítom, pontosan. És itt van valahol a csiszolhatóság is, igen. Hogy úgy résen lenni az embernek a saját elszabadulni igyekvő indulatainál,
hogy ne legyen nagyobb az okozott kár, és ne legyen nagyobb az energiavesztés, mint amit kell. Nem? Az emberek tudnának egy picit arra gondolni, hogy az a cselekvés, amit most csinálok, az megoldja a problémámat. Nem, de olyan jó sírni. Hát akkor sírjál. Tehát nem lehet, tehát az érzelmeket valahogy az ember szeretné kifejezni, vagy tudat alatt is, hiszen ezek nem feltétlenül tudatos tevékenység, hogy én most zokogni fogok, vagy kiabálni, de amikor már kiabáltam, és felismertem, hogy te jó ég, hát mit művelek én itt, akkor visszaás arra a szintre, hogy miért is csinálom én ezt, honnan jön ez a düh, honnan jön belőlem most ez a mély szomorúság, és hogy hogyan élem ezt meg, mert sokszor a cselekvés ébreszt rá minket arra, hogy nem így kellene ez. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy ó, te ne haragudj, tényleg itt az előbb rád förmentem, de nem neked szóltam, csak reggel kiborult a kávé. Tehát, hogy tudjak utána helyesíteni, hogy nincsen baj, vagy nem haragszom rád, vagy most nem neked szólt ez a kellemetlen szituáció, vagy ez a megnyilvánulás. Igen, de hát ahhoz nekem is föl kell ismerni, hogy nem neked szólt. Így van. Tehát, hogy itt azért mégiscsak az embernek magára, meg befele is kell figyelni, nem csak a másik. Így van. Én azt hiszem, hogyha valaki képes arra, hogy önmagát figyelje, az érzelmeit, az érzéseit felismerje, hogy én most mit csinálok, a cselekedetei mögötti érzelmet és alapszükségletet azonosítani tudja, akkor utána a cselekedetén is tud változtatni. Ha ezt ő szikla-szirálda ragaszkodik hozzá, hogy ő helyesen cselekszik, és ezt nem tántorítja el, akkor sem, ha valaki nem úgy fogadja majd, az egy nagyon jó dolog. Például, hogyha én sorban állok, vagy nem állok sorban, hanem más áll sorban, és mondjuk nem vettem észre, mert figyelmetlen voltam, hogy ott egy sor van, és véletlenül odalépek, és rám förmed egy úr, hogy mit képzel maga, mi már mióta állunk itt a sorban, és maga pedig ide áll, akkor én tudom, hogy nem fogok neki visszakiabálni, hanem meghagyom magamban azt a higgadságot, és hogy elnézést kérek, uram, nem vettem észre, hogy sorban áll. És akkor ő is már máshogy, hogy vissza fog venni. De ha az ő eszközével próbálok megérvényesülni, akkor nem jutunk majd előbbre. Göncz Árpád mondta nekem régen egy beszélgetésben, hogy az embereket bele lehet kompromittálni a tisztességbe. És én szerintem, amit most mondtál, ez olyan, hogy az embereket bele lehet kompromittálni, hogy a szelídségbe. Vagy a kooperatív viselkedésbe, hiszen ha nem kezdünk a játszmában ugyanúgy reagálni, akkor egy pillanatra megáll a kép, és onnantól már sokkal olajozottabban és békésebben emberiben tudunk. Na, amúgy ez nem könnyű. Nem. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy ez nem egy könnyű feladat, de lehet belőle sportot űzni. Például én egy nagyon nyugodt sofőr vagyok, nagyon szeretek vezetni, majdnem mindig betartom a szabályokat, tehát nem nagyon szoktam túlépni a sebességkorlátozást, és hát vannak, akik gyorsabban szeretnének menni, és esetleg arrogánsabbak, ledudálnak, bemutogatnak olyan dolgokat ott a kezükkel, ami annyira nem szimpatikus. Én mindig kedves vagyok, tehát engem nem bosszant fel, ha engem ledudálnak, ha rám kiabál, mindig mosolygok, mindig megköszönöm, mindig kedves vagyok. Én ebből sportot űzök, és látom, hogy meghökkennek a másik autó. Nem tud erre mit tenni. Tehát ha azt mondom, hogy és mindenkivel történhet a hétköznapokon olyan, hogy önhibáján kívül mégiscsak kárt okozott valakinek, hogy neki ment az autójának, vagy véletlenül oda csukta az ujját az ajtóval, vagy nem vette észre és nem köszönt neki. Bármi történhet nap mint nap velünk, ami nem szándékos, hanem akaratunkon kívül megtörténik, hogy akkor hogyan viselkedünk. Mert nyilván a másik az sérelem érte, nyilván ő agresszívebb lesz, de ha meg tudjuk őrizni a nyugalmunkat, akkor sokkal jobban tudunk előre haladni. Na, erre vonatkozóan szedtünk össze szerintem elég sok inspirációt a videoblogban, az Ergo Sexy videoblogban. Meg abban bízom, vagy szerintem arra készülünk, hogy ott október 13-án és a jövőben is folytassuk az e féle inspirációt.
ugye? Így van, és köszönöm neked, Nóra, ezt a sok-sok segítséget és támogatást. Azt gondolom, hogy sok ember fog tudni majd ebből tanulni, felismerni és kedvet kapni ahhoz, hogy csatlakozzon hozzánk. Mert ahogy mindig mondom, az EQ szexi, és bízom abban is, hogy találkozunk egyrészt online, másrészt pedig október 13-án az Európa Kongresszusi Központban.